Köszöntök mindenkit. Lehet, hogy be van. Vagy kikapcsolt? Vagy így. Be van kapcsolva. Jó, oké. A nevemet tudjátok, azt már mondta Dénes. Én nem programozó vagyok. Úgyhogy én értemben kapok tojás az itt létem. De szeretek programozni, és nagyon régóta csinálom. Már öreg harcos vagyok, mert informatikai vállalkozó voltam 15 évvel ezelőttig, amikor eljöttem az egyetemre. Tehát, és akkor nagyon sok programozási feladatra vettem részt. Eredeti foglalkozásom vagy végzettségem geofizikus, és dolgoztam nagyon sokféle nyelven, Fortranban, Turbo Pascalban, Ansi C-ben és mindenfélében, most C-sharp, amivel működöm. Úgyhogy én nem is úgy definiálom magam, hogy én most geofizikus, vagy informatikus, vagy jóisten tudja, mi lennék, hanem én probléma megoldó vagyok, mert mindig rárepültem problémákra, és azokat igyekeztem megoldani informatikai eszközökkel, a programozás eszközeivel. Igazából dilemmában voltam, hogy miről beszéljek nektek, amikor a Dénes megkeresett e-mailbe, nem is értettem, hogy ott talált meg, mert én ráadásul nagyon kiesem az informatikai kar fősodor vonalából, mert hiszen több olyan terület is van, amivel foglalkozom és amit szeretek, és végül is aztán ezt választottam, ezt az evolúció modellezést is, ami végül is az intelligencia, az intelligens viselkedés formáknak a megjelenését hivatott modellezni, de foglalkozom autonóm gépkocsi szoftver problémával, ennek a képfeldolgozási vonatkozásaival, gyorsan vektorizálási procedúrákkal, amik a kamerák képeit gyorsan vektorizálják, az autó navigációs kérdéseivel, amik a biztonságát fokozzák, de ezek mind alkalmazásfejlesztések, tehát a Zoli egy szintisztán computer science művelő ember, én meg alkalmazó vagyok. Úgyhogy ezért mondom, hogy bizonyos fokig kapuk tojás volnék. Hát mindegy, majd legfeljebb nem hívtak meg legközelebb, hogy mit adódik. Szóval, miért érdekes ez az egész evolúciós probléma? Látjuk a világban, hogy hát egyetlen igazán intelligens lény van a Földön, és ezek mi vagyunk emberek. De azért van számos lény, aki intelligenciával rendelkezik, ha nem is olyan magas fokúval, mint a miénk. Ilyenek az emlősök, ezeket tudjuk, ismerjük a kutyánkat, és a többit látjuk, a gorillákat. De a falkában vadász oroszlánok ugyanúgy intelligenciáról tesznek tanúbizonyságot, de én azt mondom, hogy egy földi giliszta is a maga módján intelligens, mert mindazokra a veszélyekre, amik ő rá leselkednek, azokat észre tudják venni, és azokra reagálni tudnak. Vagyis, hát kinek-kinek a maga szintjén az ő saját túléléséhez szükséges tudás megszerzésén keresztül vezet az út az ő intelligenciájához. Most én azt a célt tűztem ki, ez 2006 körül, tehát jó régen már, vagy 10 éve foglalkozom ezzel, hogy megvizsgáljam azt, hogy kialakulhat-e élő rendszereken kívül is olyan intelligens viselkedési stratégia, viselkedési forma, ami ugye nem lesz olyan intelligens, mint a miénk, az embereké, de arra alkalmas lesz, hogy támogassa az adott entitást a túlélésben, a környezet által támasztott nehézségeknek a túlélésében. Na most ez igazából joggal mondhatjátok, hogy meg mondják is a tudományos konferenciákon, amikor ezt előadom, mindig megkérdezik, hogy hát na de ez mire jó? Mondom, semmire. Hát ez egy játék, mert igazából itt arról van csak szó, hogy nézd, várj, nem folytatom a mondatot. Miért, hány forint, vagy dollár, vagy euró nyereség származhat abból, hogy Kopernikusz egyszer azt mondta, hogy nem a Föld körül kering a Nap, hanem éppen fordítva, a Nap körül kering a Föld. Ebből semmi anyagi előny nem származott, de mégis a gondolkodásunk szempontjából egy hatalmas gondolat volt.
Most ugyanez elmondható erre is, hogy oké, hát marha érdekes, hogy kialakul-e magától spontán módon isteni és emberi beavatkozás nélkül valamifajta intelligens viselkedésforma, hogyha ebből nem tudok semmi, egy mobil alkalmazást nem tudok rá csinálni, a webben nem tudok eladni vele semmit, tehát igazából mi az ördögre jó, hogy ilyen? Nos, igazából most csak azt mondhatom, hogy ennek alapkutatási jelentősége van, nem tudom, hogy 10 év múlva vagy 20 év múlva lesz-e valami gyakorlati jelentősége, lehet, hogy nem, de elméletileg van annak jelentősége, hogy spontán módon létre tudnak jönni önmaguk érdekeit képviselő intelligens viselkedési formák, stratégiák, túlélési stratégiák, attól teljesen függetlenül, pontosabban mi tőlünk emberektől függetlenül. Ez némileg periférikus a mesterséges intelligencia mai fő csapás irányától eltérő, mert hiszen minden esetben azt próbáljuk csinálni, hogy valami fajta az emberi intelligenciához közelítő dolgot szimuláljunk, csináljunk meg, úgyhogy ügyes programokat csinálunk, öntanuló eljárásokat. De hát például a klasszikus Wumpus világ a legjobb példa erre, mert hiszen az én működésem is a Wumpus világból indult. Nem tudom, mennyit foglalkoztatok mesterséges intelligenciával, ez egy klasszikus ilyen művilág a mesterséges intelligencia területén, ami úgy néz ki, hogy van egy saktábla, és abban vannak különböző objektumok. Például ilyenek, hogy van egy Wumpus, ez itt szürkével van és W-val jelölve, ami a Wumpus veszélyes, mert ha a labirint, ez egy labirintus, amit itt látunk, elindul egy ügynök benne, és akkor az a kérdés, hogy meg kéne találnia neki az aranyat, az a gold, és az aranyszínű mező szimbolizálja, és van egy piros mező, ami meg csapda, ami szintén veszélyes az ügynökre nézve. Csak hogy az ügynök tudja azt, hogy ezek veszélyesek. Amikor elindul, akkor ő már azzal a tudással megy be a labirintusba, hogy a Wumpus életveszélyes, ha találkozik vele, meghal, de viszont azt is tudja, hogy a Wumpus melletti mezőkben viszont büdös van. És van neki érzékelése a büdösségre. Akkor a másik a gold, ugye a gold az a célja a működésének, és az aranyról tudja, hogy azt neki meg kell szerezni, de azt is tudja, hogy az arany melletti mezőkön csillogás tapasztalható. Tehát van neki érzékelője arra, hogy csillogás van. A csapdák mellett pedig, amit a piros mező jelöl, szintén vannak érzékelőtő dolgok, ahol szellő folytogál. Tehát az ügynök, az agent, az ezzel a tudással felvértezve megy be a labirintusba. Most az én lényeim nem így mennek be, mert ők nem tudnak semmit. Nem tudják, hogy vannak csapdák, hogy vannak gumpuszok és hogy vannak aranyak. Őnekik van egy működési, egy belső működési kényszerük, hogy valamilyen energia szinten léteznek, és nekik az energiát meg kell szerezni a tovább létükhöz. Az idő múlásával ez az energia fogy, tehát mondhatnánk emberi analógiával, hogy éhesek lesznek, hogy múlik az idő, tehát előbb-utóbb enniük kell. És ennek érdekében tovább mozdulnak a helyükről addig, amíg nem találnak valami táplálékot, és ugye egyedül a goldmező az, ami nekik táplálék. Csak hogy a klasszikus AI példához képest, mint említettem, ők nem tudnak semmit arról, hogy ebben a világban mik vannak. És a saját tapasztalatuk, amely persze rettenetes sorsokon keresztül vezet, jutnak el oda, hogy végül is megtalálják a túlélési stratégiákat. Ennek persze generáció pusztulása az eredménye, tehát nagyon sok esetlegesség van ebben az egészben. De a dolog egyáltalán nem baj, mert hiszen a munka célja tulajdonképpen, a ki nem mondott célom az volt, hogy vizsgáljuk meg azt, hogy
tényleg csak biológiai környezetben lehetséges-e az, hogy rájönnek először a fehérje csomóból egymásnak kapaszkodott dolgok arra, hogyha megváltozik a hőmérséklet, az nekik jó vagy nem, és akkor tovább sodródnak vagy nem. Nem tudjuk pontosan az élet eredetét, meg ez nem is az életnek a modellezéséről szól, de az egy nagyon fontos kérdés, hogy valahogy létrejött az élet, ahogy az evolúcióbiológusok mondják, még nem lehet tudni pontosan, hogy hogy, de már szinte majdnem lehet tudni, hogy hogy, még néhány lépés hiányzik. És akkor ezek a létrejött nagyon egyszerű dolgok egyszer csak elkezdték fokozatosan megérteni az ő környező világukat. És ez a megértés valószínűleg elképesztően primitív volt kezdetben, és, de mint ahogy talán egy jó kis példával mondhatnám, hogy mi azért intelligensebbek vagyunk a földi gilisztánál, de higgyék el, vagy higgyétek el, hogy a földi giliszta is kellene intelligens ahhoz, hogy túléljen. Neki mit kell tudni? Neki azt kell tudni, hogyha leesik a légnyomás, akkor eső lesz, akkor esni fog az eső, át fog ászni a föld, és ő megfullad. Tehát följön a felszínre. Hogy a víz lefele megy, ő maradjon föld. Ha reng a föld körülötte, akkor tudja, hogy vakond közeledik, tehát vigyázni kell, föl kell mászni megint, mert meg fogják enni. Ha a fényérzékelő gyűrűjén érzi, hogy rásüt a fény, akkor tudja, hogy most nem jó helyen vagyok, mert kint vagyok a napon, előbb-utóbb ki fogok száradni. Azért ez nem valami magas rendű tudás, mégis elegendő ahhoz, hogy a földi giliszta túléljen. De mondhatnám a sokkal intelligensebb, de azért valljuk be, még mindig nagyon surmónak mondható krokodilt, akinek egyetlen egy stratégiája van, rejtőzködöm és rárontok az ellenfelemre. Hát te marad primitív stratégia, de működik. Hát mint 50 millió éve ilyen formában működik a krokodil, ahogy most látjuk. Egy szemet nem változott. Ő nem evolvált, mert annyira bevált ez a stratégia. Ezt csak azért mondom, hogy halljuk a közbeszédben, hát a közbeszédben nem, mert mostanában inkább mindenféle mást hallunk, de mondjuk aki tudományos ismeretterjesztést olvas, akkor az mindenképpen értesül arról, hogy igen, hát a legrátermettebb fajok azok maradnak fönt, és a kevésbé rátermettek azok elhullanak. Most ez nem egészen így van. Mert akkor tényleg, ha a krokodilt veszik, 50 millió éve megvan, és mi azért rátermettebbek vagyunk, mint a krokodil, de ő azért ettől függetlenül él, ha csak majd el nem pusztítjuk az élőhelyét. Tehát igazából nem arról van szó, hogy a legrátermettebb faj fog életben maradni, mert akkor már csak mi élnénk, hanem arról van szó, hogy azok a fajok, amelyek ugyanazért az energiaforrásokért versengenek, na ott van az, amikor azt mondjuk, hogy természetes kiválasztódás, vagyis vagy szabad versenyes úton dől el az, hogy ki fog életben maradni. Tehát mi nem ugyanazokért az erőforrásokért versengzünk, mint a krokodilok, ilyen módon nem is vagyunk egymás konkurensei. Ettől van az, hogy meg tud maradni a Földön az a fajta biológiai sokszínűség, hogy a növényevőkből is van ezerféle, meg a ragadozókból is, és valahogy ez az egész úgy működik. Egy biztos, hogy minden egyes élő entitásnak van valami fajta intelligenciája, ami ahhoz a környezethez, amiben ő van, és amiből az energiáit szerzi, ahhoz neki elegendő ahhoz, hogy életben maradjon. Nos, kicsit hosszú volt a bevezető, de nem akartam nagyon elszakadni attól, hogy azért ennek a munkának van köze ahhoz, hogy nagyon jó, ha találok analógiákat a biológiával. Tehát ha valami olyan dologra jutnék, ami teljesen ellentétes azzal, ami a biológiában tapasztalt, akkor azért az baj lenne. De eddig azt mutatják a tapasztalataim, hogy nem kerültem ellentmondásba, az én digitális lényeim azok ugyan nem élő lények, de valamiféleképpen nagyon egyszerű módon működnek, és ami következtetésekre jutottam, amilyen eredményre ők jutottak, az nem megy szembe a biológia eredményeivel. Megpróbálom akkor elmondani, hogy hogyan működik pontosan a dolog, és ha marad idő rá, vagy van érdeklődés, akkor meg tudom mutatni élőben is, hogy hogyan működik. Bár van egy weboldalam, a map.wltl.hu,
micsoda mapv.delta.hu, ahol mindenféle kutatási területeimnek a weboldalai megvannak, ott van egy ilyen, ami erről szól, ott webben is meg lehet nézni, hogy mire jutottak ezek a lények, de hát azért csak érdekesebb így megnézni, hogy mit csinálnak. A következő a helyzet, kezdetben mindenki hülyén születik, tehát nem tudnak semmit, de van néhány képességük, például az, hogy mindenre emlékeznek, ami velük történt az életük során. Az életet persze értsük idézőjelben, mert hát ezek nem élnek, indulnak egy kezdeti energiamennyiséggel, és ahogy vándorolnak ebben a, na már elsodétedett mindegy, ahogy vándorolnak ebben a Wumpus világban, hát úgy fogy az energiájuk minden egyes lépésnél, de emlékeznek rá, hogy mi történt velük. Az emlékezet fontosabb, mint gondolnánk. Gondoljuk csak végig azt, hogy ha egy étterembe kaptam ételmérgezést, oda nem megyek vissza legközelebb. Vagy ha innen hazamenet engem megpofoznak itt a Klauzál utcába, akkor nem fogok jönni én se legközelebb, mert rossz tapasztalatot szereztem. Tehát valahogy így működnek ők is, hogy véletlenszerűen vándorolnak, mert hiszen mi más tehetnének, nincs információjuk erről a világról, véletlenszerűen vándorolnak, és ha energiaforráshoz jutnak, akkor tudják folytatni az útjukat, vagy ha vonkusszal találkoznak, akkor elhullanak, akkor az ő vonaluk megszakad. Viszont akik túlélték, azok képesek utódot nemzeni, tehát ott hogy is mondjam, ilyen, hogy mondják a biológiában, nem tudom, szóval nincsen férfi meg nő, hanem itt egy lény van, aki az energiájából ad valamit a két új lénynek, tehát megduplázódik az ő utódjainak a száma, és ők nem csak az energiát öröklik egy picit a szüleiktől, hanem azt a tudást is, amit azok addig összeszedtek. Tehát halott entitásnak nem öröklődik a tudása, aki viszont életben maradt, annak öröklődik, aztán később meghalhat a szülő is természetesen, mert a világ nagy és veszélyes, és mindenre nincs fölkészülve. Egy nagyon érdekes dolog, illetve több nagyon érdekes dolog is megfigyelhető volt, hogy nagy mennyiségben kellett őket elindítani. Ami szintén nem mond ellen a biológiának, mert nem arról volt szó, hogy egyszer egy fehérje molekula valahogy összekombinálódott a különböző aminosavakból, és akkor lett belőle egy darab egy sejtű, vagy mi az ördög, hanem olyanok voltak a körülmények a világban, hogy tömegével, milliárd számra jöttek ezek létre. Tehát iszonyatos nagy volt a lehetőség arra, hogy a pehjesek ellenére is legyenek szerencsések is, akik túlélhetik. Szóval az én lényeim is így működnek, hogy százával, ezrével bocsájtom bele őket ebbe a mesterséges világba, és gyűjtik a tapasztalataikat a véletlenszerű mozgásaikkal, és végül is az az érdekes, hogy sok-sok generáció után elérkezünk oda, hogy a lények megértették azt az egyszerű világot, amiben vannak, és már úgy tudnak benne menni, hogy ha véletlenszerűen mozognak, de a rossz tapasztalataikra, vagy a tudásukra visszagondolva, tudják, hogy hova nem szabad lépni. Tehát egyelőre ez a tudás neki a veszélyeknek a rögzítésére vonatkozik. De azáltal, hogy ugye, hát ezzel azt csak azt akarom mondani, hogy direkt célt nem tudnak megfogalmazni. Tehát nem tudja azt mondani, hogy én most emlékszem, hogy ott egy marha jó, óriás bécsi szeretet ettem, tehát oda kéne menjek. Nem fog tudni oda menni, mert ilyen értelemben nem gondolkozik. Abban az értelemben nincs intelligenciája, hogy ilyen célt nem tud megfogalmazni még magának, de azt meg tudja mondani, hogy megnézem, hogy mi a következő lépésem, és ha úgy találom, hogy ott fulbusz van, vagy trep van, vagy szóval valami gáz van, amit megtapasztaltak a szüleim, vagy valakik előtte, akkor oda nem lépek.
Tehát azért ez nagyban megnöveli az esélyeiket, és gondolják el, hogy az az érdekes dolog is bekövetkezik, hogy noha nincsen olyan fajta tudásuk a világról, mint ahogy nekünk van, mégis képesek a szerencsésebbek, vagy a jó tudással rendelkező egyedek nagyon hasznos információt összegyűjteni. Például gondoljuk meg, hogy ezer entitást beküldök ebbe a világba, és az ezerből, mit tudom én, 100 megtalálja az aranyat, de az egyik egy hosszú úton találta, meg sok energiát bevegdetve, a másik pedig direktbe. Tehát azt mondhatom bizonyos fokig, hogy a véletlenszerű brute force eljárással is meg lehet találni az optimális távolságot, miközben is fogalmunk sincs arról, hogy mármint nekik nincs fogalmuk arról, hogy van-e olyan, hogy egyáltalán távolság, hogy mi az, hogy euklideszi távolság. De most ez nagyon hülyeségnek tűnt, amit mondok, gondolom, de higgyék el nekem, hogy amikor az oroszlánok ráugranak egy zebrára, azok sem tudják, hogy mi az euklideszi távolság. Ott egy olyan típusú, tehát a tudatos gondolkodás, meg az ösztönös gondolkodás két teljesen különböző dolog. Tehát az én modellezésem nem arra vonatkozik, hogy majd valaki fogják tudni azt, hogy melyik az a legrövidebb út, amin el fogok érni az aranyhoz és az energiaforráshoz, hanem azt, hogy ösztönösen fogom tudni azt, hogy mit szabad csinálnom és mit nem, és előbb-utóbb azt is fogom tudni, hogy merre menjek, de nem azért, mert tisztában vagyok a világ geometriájával, hanem mert az a nagyon sok tapasztalat, ami összejött a működésemmel, meg a szüleim működése által, onnantól fogom ezt tudni. Tehát ez egy fontos dolog, hogy olyan típusú tudást lehet összeszedni, ami mégsem tudatos gondolkodásként működik, viszont ennek ellenére alkalmas arra, hogy az életünket megóvja, és hogy a működésünket jobbá tegye. Ez teljes mértékben összhangban van az evolúció gondolatával, hiszen senki nem gondolkozik rajtunk kívül az evolúció eredményei, vagy hogy is mondjam, az evolúciós entitások közül senki nem ért el arra a racionális gondolkodási szintre, amire mi, hozzáteszem, számos embertársunk se jutott el a racionális gondolkodásnak arra a szintjére, hogy mondjuk az euklideszi távolság olyan nagyon kézenfekvő legyen a számára. De ha mi azt mondjuk, hogy mi okos fickók vagyunk, mi nagyon sokat tudunk már a világról, de mégis a működésünk során tengernyi dolgot nem racionálisan működünk, hanem olyan tudások alapján, amelyek az őseink evolúciójából vagy a tapasztalatainkból származnak. Tehát senki nem, amikor kikerülök egy másik autót, mert elém hajtanak, akkor nem úgy működök, mint az autonóm gépkocsi, hogy a radar visszavett jeléből kiszámítom a távolságot, és akkor azt mondom, hogy túl közel vagyok, mert ha ezt kivonom belőle az autómnak a hosszát, akkor rájövök, hogy nincs elég távolság, és neki fogok menni. Mi nem így működünk. Tehát a mi tudásunk tök más, mint ezek a racionális tudások. És úgy tűnik, hogy ez a nem racionális gondolkodással megszerzett tudás is éppen olyan jó lehet a túlélésre, mint a másik. Néhány fontos tulajdonság, ami még így elmondható, nagyon sok érdekes következtetés levonható. Például az egyik az, hogy egyszerű programozás okán most úgy működnek ezek a lények, hogy mikor beküldöm őket a labirintusba, és megtalálják az aranyat, akkor visszamennek egy kampuszra. Van egy ilyen kampuszra, hogy ülekeznek, és akkor, amikor már vége ment, mindenki leszaladt, akkor jön egy következő invázió, és megint neki mennek, már az új tudásukkal. Úgy csináltam meg a programot, hogy figyelni tudjam, hogy mit csináljanak, és nagyon érdekes, hogyha az egyedi entitásoknak a tudásait nézem, akkor látom azt, hogy mely területét barangolták be a labirintusnak. Ha viszont ezeket a tudásokat összeadom, és akkor megnézem, hogy mit tudnak, az látszik, hogy hihetetlen sokat számít az, hogyha most csak úgy eljátszom a gondolattal, ha ezen a kempen volna mondjuk egy főnök, aki azt mondaná, hogy cseréljétek ki az információtokat egymással, akkor azt jelentene, tanítsátok meg egymást arra, amit tudtatok, és ebből keletkezne egy egyesített tudás, akkor abból
kijönne, hogy elképesztően megnövekedne annak a csoportnak az életesélye, aki kommunikál egymással. Pillanatilag nem kommunikál senki egymással, még nem tartott a program, hogy kommunikáljanak, de az is érdekes, hogy én nem akarom megmondani, hogy ők mit csináljanak. Eddig sem az volt, hogy én megmondtam nekik, hogy mit csináljanak, hanem magukra adtam őket, és figyeltem, hogy mit csinálnak. Most az, hogy ők kicseréljék egymással az információt, ezt majd lehetővé fogom tenni, de nem úgy, hogy kötelezővé teszem a számukra, hanem ez egy lehetőség lesz. Mert az is egy lehetőség, hogy a másikat megeszem, ha abban annak sokkal kisebb az energiája, mint az enyém, akkor ezt tekinthetem tápláléknak a másikat is. De az is lehet, hogy kicserélem, és kicseréljük az információt, és meglátjuk, hogy ki megy többre. Mert semmi olyan tudást nem akarok belerakni ebbe a dologba, ami az én tudásom, mert hiszen annak idején, amikor a fehérje csomók összeragadtak, akkor nekik sem mondta meg senki azt, hogy mit csináljanak, hanem kialakult ez a dolog saját magától, és akik jól csinálták, azok maradtak életben. Úgyhogy valahogy ez is így kéne, hogy menjen. Még egy másik érdekes dolog, hogy az elején talán mondtam, de lehet, hogy nem hangsúlyoztam eléggé, hogy az nagyon fontos, hogy sokaságban legyenek ezek a lények. Most ezt nem látjuk, akár a saját magunk esetében sem, de még az én bota lényeim esetében sem, hogy intelligencia nem alakulhat ki sokaságok nélkül, mármint spontán módon. Hát beleprogramozott egyetlen lénybe minden okosságot, akkor persze kialakul, de spontán módon nem jelenhet meg csak akkor, hogyha sokaságokban gondolkozunk. Tehát úgy tűnik, hogy a spontán kialakult intelligencia egy kollektív produktum, annak ellenére, hogy egyénekhez kötődve látjuk működni, de úgy tűnik, hogy mégiscsak ez egy közösségi eredmény. Még két néhány ilyen apró érdekesség, hogy amit szintén ezek alapján állapítottam meg, hogy attól, hogy a világ ellenséges, vagy hogy barátságos, nagyon sok minden függ. Hát ettől nem mondtam nagy okosságot. De az látszik, hogy egy ellenséges világban is, ha az ellenségesség mértéke megüt egy bizonyos szintet, akkor lehet akármilyen okos, a sorsod a pusztulás. De vannak már olyan kevésbé ellenséges világok, amelyek a tanulni képtelenek számára a pusztulást jelentik, de egy tanulni képes populáció már ott létrejöhet és megmaradhat. Tehát úgy tűnik, hogy érdemes tanulni. Aztán vannak olyan barátságos környezetek is, amelyekben mindenki életben maradhat. De ott is az van, hogy aki képes a tanulásra, az sokkal többre jut. Most a többre jut alatt azt értem, hogy nagyobb energiaszintet tud fölhalmozni, jobban tud szaporodni, tehát világos, hogy az ő működése ezáltal jobb lesz. Persze az ostobák is, akik nem tanulnak, azok ugye hát azért nem tanulnak, mert szegényeknek úgy állítottam be a flagjüket, hogy ti ne tanuljatok. Tehát csak azért, hogy össze tudjam hasonlítani őket. Úgyhogy mindenképpen látszik az, hogy tanulni érdemes, és ezt most nem azért mondom, mert itt egyetemisták között vagyok, hanem úgy tűnik, hogy ez tényleg kijött ebből a dologból. Na jó, én azt hiszem, hogy többet nem is beszélnék erről. Akit érdekel, annak szívesen megmutatom működés közben, hogy mit csinálnak ezek, de sőt is lehet inni, tehát az is egy jó program. Oké, tessék, parancsoljon. Tehát működés lehet tolni mondjuk projektorról sem. Hogyan? Ez a működés lehet tolni a projektorról. Hogyne, persze. Csak azt hiszem, hogy leállt a notebookom, mert nem nyúltam hozzá egy darabig. Ja, valakinek van valami kérdése? Igen? Bocsánat, hangosan légy szíves, mert süket vagyok. De hogy van az, hogy a bunkók meg azt a piros mezőt, azt tudják, hogy azok rosszak, tehát arra nem mennek, de az aranyról viszont nincsen pozitív visszajelzésük, hogy ez egy jó mező. Az aranyból is jó visszajelzés. Jó, de nem kifejezetten pozitív visszajelzést kapsz róla, csak annyit volt az előadásban elhangozva, hogy
arra fele a másik kettő mező felé mennék, mert azt tudom, hogy az rossz. De az, hogy az egy pozitív, az nem volt tisztelben, mint egy pozitív gondolkodás. Igen, teljesen igaz. Nem is állítottam, hogy be van fejezve a dolog. Nincs befejezve, tehát sokszor van az, hogy örülnék, ha lennének társaim, akik a program fejlesztésében dolgoznának, de ugye a legnagyobb probléma az, hogy én vagyok kénytelen a programokat is írni, ami azért probléma, mert 62 éves vagyok, és az öreg palik nem arról híresek, hogy jól tudnak programozni. Noha én szeretek programozni, de nem gondolom, hogy profi programozó lennék. Viszont bizonyára tudjátok, hogy az egyetemek már nagyon régóta olyan mérhetetlenül megalázó anyagi helyzetben vannak, és ha nyerünk is pályázati projekteket, azok mind olyanok, amelyek ilyenre nem lehet pénzt nyerni. Ez játék. Tehát most nagyképpen fogalmazhatunk úgy, hogy ez alapkutatás, de igazából ez játék, ez valamelyik vágyfülűnek vagy okostojásnak a cicája, erre nem nagyon lehet pénzeket szerezni. Tehát ezért mondhatom azt, hogy igen, teljesen jogos az észrevétel, a pozitív dolog még nincs benne, az mindenképpen lehetne benne, és az nincs is messze tőle, hogy ez így legyen, hogy azért azt lehet tanulmányozni, hogy egy adott pontból milyen energia befektetéssel jutottam el a gól az aranyig. Ez már is egy érdekes dolog lehet ahhoz, hogy például a legrövidebb utat részesítsem előnybe, hiszen azt érzékelem, hogy egy adott, mármint a lények érzékelik, hogy egy adott működés az mennyire fogyasztja el az energiájukat. Tehát ezt azért meg kell engedjük, hogy valami fajta érzékelésük kell legyen az, hogy nekem jó az, hogyha energiát szerzek, és rossz az, ha fogy az energiám. Tehát ez az igen nem, tehát a jónak meg a rossz fogalma is valami ilyen módon bele kell kerüljön, hogy ami nekem nagy energia befektetésbe kerül, az nem olyan jó, ami meg kárt okoz, az meg kifejezetten rossz. De ezen az úton valóban el lehet odáig jutni, hogy keressem az aranyat. Csak ugye az a probléma, hogy még igazából véletlenszerűen bolyonganak, és csak mindig a soron következő lépést ellenőrzik, hogy ez most rossz lépés, vagy nem rossz lépés. Ha sikerülne egy olyan tudásbázist felépítenem, amit még nem sikerült, de dolgozom rajta, akkor van ezt a fajta pozitív gondolkozást is, hogy a minél kevesebb energiavesztességgel történő működést, az valóban bele lehet. Én úgy gondolom, hogy az talán megengedhető, mert az, hogy fogyasztom az energiámat, azt kell, hogy érzékeljem, hogy ez nem jó. Hát nem fogja nyilván egy ilyen entitás azt jónak nevezni, de az érdekeltsége azt fogja mondani, hogy arra menjen, ahol inkább minél kevesebb energiaveszteséggel szerzi meg az aranyat, vagy az energiát, amit kell. Igen? És megizelje meg a projekt? A projekt régóta megy, de én egy személyes harcos vagyok, úgyhogy ezt így kell felfogni. Ön mennyi ideig kutat ebben? Hogyan? Hát igazából körülbelül 10 éve. 10 éve publikáltam először ebben, de akkor igazából csak alapelveket. Ugye a dolog azért furcsa egy kicsit, mert hiszem azért ezzel a kérdésemmel nagyon régóta nagyon nagy figurák foglalkoztak, tehát ami az én munkámat megkülönbözteti a nagyokétól, az, hogy nekem nem célom, nem is volt és nem is lesz a célom, azért az emberi intelligenciát szimulálja, viszont ennek itt a célja az, hogy a spontán megjelenését vizsgálgassa a dolognak. Úgyhogy hát 10 éve foglalkozom ezzel, de nem napi 8 órában. Tehát ezt úgy kéne fölfogni, hogy van, hogy nem szívesen
transformálnám a dolgot megint egyetemi nehézségekbe, pedig erről szól az idő, hogy ha az embernek túl sok órája van, ha nincs kutatásra pénze, akkor a szabad időben marad az, hogy fabrikáljak. És nem, és egészen más a profi programozó, gárda segíti ezt a dolgot, vagy más, hogy egy szemharcos csinálja. Úgyhogy ez az kicsit hibája a dolognak. Na mindegy, szóval mutatok akkor egy-két dolgot, ami ha érdekes, hogy mutassam. De nem muszáj megnézni, lehet sört is írni, tényleg az érdekesebb, biztos az. Barátságos környezet, nem Nobel helyen. És itt látjuk, hogy a piros az az ostoba lényeket mutatja, akik gépi tanulást nem alkalmaztak, azok az ellenséges környezetben bizony elpusztultak. Azt is látjuk, hogy az ellenséges környezetben a szaggatott zöld, akik tanultak, azok is szörnyű nehézségekkel néztek szembe, ezt mégiscsak bekapcsolom. Tehát akik tanultak, azok szörnyű nehézségekkel néztek szembe, de mégiscsak túlélték a dolgot. Szemben a barátságos környezettel, ahol mindenki túlélt mindent, de a zöldek, akik tanultak, ők többre vitték. A piros, ugye a többre vitték az azt jelenti, hogy magasabb az energiaszintjük. Hát a baloldali tengeren itt az összegyűjtött energiát láthatjuk. Ez nem konkrét energiaegység, ezek csak ilyen fiktív pontok. Ez pedig, ami az X-tengelyen van, ez pedig a kolóniáknak a különböző nekifutásoknak a hát hogy is mondjam, a hát ilyen inváziókban vannak szervezve ezek a lények, akik úgy szaladnak neki ennek a világnak, és itt látjuk, hogy itt a 17., hogy mit tudom én, ez már az 5. nekifutásnál vagy missziónál magasabban van energia tartalmát tekintve, ugye ez mindig a közösségre vonatkozik, tehát itt az entitásokat nem látjuk, mert hogy ezereknek a összegyűjtött adatait látjuk itt, tehát ez mindenképpen kolóniákra, sokaságokra vonatkozik. Oké. Na akkor megmutatok itt egy. Ez az alkalmazás. Itt a demót azért megmutatom, hogy mutatja egy kicsit, hogy hogy van. Most itt generálok egy izét, azt mondja, 10x10-es labirintus, most egy worker-t rakok bele, és mondjuk a vompuszoknak, trepegoldoknak a száma egy. Az úgy, akkor el is indítom, és akkor itt látjuk, hogy hoppá, ez itt mászkált, amerre látok, és beleszaladt egy ilyenbe. Most megint én, hopp, ő most rögtön az ötösnél kapott el egy vumpuszt. Megint, ez meg most megint, nem, most milyen sokára ért el. Hát, ahol több mezőben van felirat, az azt jelenti, hogy ennyiszer lépett vissza, mivel hát véletlenszerűen működnek. De ez csak egy demo. Nézzük meg a meglévő futásoknak az eredményeit. Hát mondjuk itt van egy véletlenszerűen mozogtak itt, és akkor meg tudjuk nézni, hogy na, hogy néz ki. Itt ez egy 100x100-as labirintus volt. Hát már itt több milliós rekordszám van, például bejárt területeket. Nézzük, hogy hogy alakult a populáció. Hát így, hogy majdnem 40 bevetés után jött vissza csak, ez egy nem túl barátságos világ volt. Vagy megnézhetjük itt például a begyűjtött energiát, hogy néz ki. Hát nyilván az is akkor így néz ki. Akkor van egy ilyen fitness nevű fogalom, ami mit tudom én, ha növekszik, akkor gyarapodni fog a közösség, ha meg csökken, akkor meg ki fog pusztulni. Hát ez egy ilyen számított fogalom.
bármilyen SQL-t persze bele lehet rakni. Ami még érdekes lehet, hogy nézzük meg grafikusan is, hogy mit csinálnak. Mondjuk a hol járt ez az egy worker, hogy járta be a labirintust. Na, ez már ennyi helyen járt. Hát persze ő már nem első generációs, mert látjuk itt, hát ha látjuk ugyan, hogy nem csak az energiatartalmát, hogy kik az ő szülei, és elég sokan vannak a szülei, ahogy elnézem. Úgyhogy itt ez már egy sokadik generáció, de itt látjuk a zöld mező az, amit ő bejárt. Na most megnézzük, mit csinált a következő. Hát lehet, hogy az is már jól bejárta ezt a világot. Igen, ő is jól bejárta. Na most, ha megnézzük, hogy mi van akkor, ha az összeset egyesítem, akkor látni fogjuk, hogy már teljesen, igen. Lényegében, ha összeadtuk volna a tudásunkat, akkor soha többet senkinek nem kellene már rosszra lépni, mert hiszen ismert lenne ez az egész világ. Oké, én többet akkor nem mutatok, mert most nincs értelme, hogy elindítsak egy szimulációt, mert az sokáig tart. Vagy hát el is indíthatunk, hát minden jó, köszönöm szépen, ennyi lett volna.